Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp, illetve ez a felvétel ezúttal 3 napra szól, június 23-ára, 24-ére és 25-ére. A hold az asvéni holdházban található. Ez lehet egy új irány, egy új kezdet, a lelkesedés, egy jó ajánlat, de mivel itt mozgás van, előre mennek, pörögnek az események, ami most tetszik neked, az egyetlen hátrány lehet, ha nincs meg a kitartásod. Amit ez a holdház még jelent, a gyógyító erő, tehát ha valaki beteg, akkor itt most lesz gyógyulás, azt is jelentheti, hogy érdekel téged ez a terület, vagy ezen a területen dolgozol, vagy ezen a területen szeretnél dolgozni. A napokban meg lesz a belső egyensúly, a harmónia, lesz egy jó ajánlat, egy új kezdet, egy új irány, jó ötletek, tervek, kapcsolatok, beszélgetések, mindez előnyös. Amit még jelent ez a napi energia, illetve a napokban történő eseményekre hat ki, hogy itt lesznek változások, rendeződik az anyagi helyzet, ez lehet egy nyeremény, a párkapcsolatban szerencse lesz, megvan a könnyűség, a kapcsolat, a beszélgetések, nyitott érzelmek. Az egyetlen hátrány az igazságtalanság. Vagy van egy bírósági ügy, és itt éled át ezt az igazságtalanságot, vagy benne vagy egy bizonyos helyzetben, ahol úgy érzed, mások megbántanak téged, igazságtalanságok történnek, és nem tudsz most változtatni ezen a helyzeten. Tehát légy kicsit türelmes. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!